A három kérdőjeles jóslás szeptember 2-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai. Erre megadja a választ ez a királynő. Ez a királynő uralkodik. Uralkodik a levegő eleme felett, és a levegő eleme szimbolizálja a könnyűséget, az ötleteket és a kommunikációt. Itt két irány van. Vagy ti vagytok ez a királynő, és ő elvárja azt, hogy ti hozzatok döntéseket, és vár egy hírre. A másik, lehet egy másik hölgy is, ha még egy párkapcsolata van, de lehet az anyukája is, lehet a főnöknő is, de ez a hölgy uralkodik felette, hoz döntéseket, és itt komoly beszélgetésekről van szó, és pontosan ez, ami őt betegíti. Amennyiben elvárásai vannak, hogy ti jelentkezzetek, ti írjatok neki, és nem jön ez a hír, akkor az lehet egy ilyen lelki fájdalom is. Amit ő tervez, és ezt érzi belülről, azt mutatja itt a 10-es szám, egy új kezdet, egy új ciklus. És mi az, amit közöl veletek, hamarosan érkezni fog, találkozni szeretne veletek, kezébe veszi a dolgokat, és valami lelkesíti őt. Az lehet a tűz eleménél, amit ez a lovas férfi itt mutat, az lehet egy testi kapcsolat is. Ezek az ő vágyai, amit a napi csokis kártya mutat. Itt ezen a képen az azt jelenti, hogy ő becsületes hozzátok, hihettek abban, amit ő közöl veletek. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen áll néven, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Amit még szeretnék mondani, hogy hamarosan kezdem csinálni az évi horoszkópokat, ahhoz is jelentkezhetek, ha tudni akarjátok, hogy mi vár rátok 2021-ben, és azt elmondom részletesen hónapról hónapra, és ezt is megrendelhetitek nálam. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!